Ezt a videót a skins.cast támogatta. Vásd be te is igazi pénzből a skinjeid, választ ki az itemet, választ ki, hogy mibe szeretnéd a fizetést, várj 10 másodpercet, és meg is vagy. Easy Money Boy, bónusz link a leírásban. Az előző rész eléggé tetszett nektek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy csinálok ebből egy második részt is. Ma viszont 5 drága szürke skin fogok bemutatni. A szürkék körül azt kell tudni, hogy ezek a legalacsonyabb csoportja a skineknek, tehát még a ládák is szürkék. Viszont azért párat itt is lehet találni, amelyiknek hát elég jó ára van ahhoz képest, hogy szürke. Na srácok, még itt a videó elején el szeretném mondani, hogyha felmentek Steam piacra és beállítjátok, hogy csak a szürke skineket mutassa, akkor nem feltétlenül a valódi árakat fogja mutatni pár skinből, mert a legdrágábbak általában azért a legdrágábbak, mert csak egy darab van belőlük, és igazából így nincs ki megmondja, hogy mi az ára, de amúgy higgyétek el, általában azok szart se érnek. Úgyhogy én megpróbáltam megkeresni a reálisabbakat, úgy kb. Utána néztem, és most azokat fogom megmutatni, nem a szuvenír magozót, ami 1500 euró. Kezdjük is az ötödikkel. Ugyebár tudjátok, hogy én szeretem az ilyen alap skineket, tehát nem szeretem, hogyha túl csicsázva van egy skin, és úgymond ez nekem is tetszik. Ez pedig nem más, mint a Mac 10 Tornado Factory New. Az ára olyan 9-10 euró között mozog, ami ugyebár elég jó ára egy szürke skinhez képest. Durván egyszerű, de azt mondom, hogy egyedi és nagyon ritkaság is. Szóval ja, nekem ez tetszik. Nézzük is a negyediket. A negyedik egy FAMAS, mégpedig a Contrast, ha jól mondom, Contrast Spray. Egy kicsit nehéz kimondani. Factory New. Ennek igazából az árát annyira nem lehet belőni, de olyan 10-15, hát van, hogy még 20 euróra is felmegy, de az inkább ritkaság. Szóval inkább 10-15 euróra mondanám. Szokás szerint ez is egy nagyon egyszerű skin. Bár ez nekem annyira nem tetszik. Úgyhogy lépjünk is tovább a harmadikra, ami egy UMP Indigo Factory New. Viszont ez szuvenírbe ér 17 eurót, úgy kb. Ennyibe szokott menni. Ez nagyon nem tetszik, úgyhogy ez egy sima kék skin, mármint szürke skin, de kék színe van. Ez nem tetszik. Úgyhogy menjünk át és nézzük meg a másodikat, ami megint egy UMP, méghozzá egy karamell, méghozzá egy UMP 45 karamell, mint mondtam, ez 17 euró közt mozog. Most a Cségos testes árat, nem tudom kimondani ezt a szót. Szóval azt az árat ne nézzétek, mert még ez az oldal se tudja megmondani pontosan, hogy mennyi az ára. Úgyhogy én utána nézegettem úgy, ahogy, és kb. 17-18 euró közt húzok. De legalább ez nem szuvenír, úgyhogy azért került a második helyre. Meg azért is, mert egy picit drágább. Na de végre nézzük meg most már az elsőt. Ez pedig nem más, mint az MP9 Dry Season Factory New. Ritkaság. Nagyon-nagyon ritkaság, és esküszöm, hogy tetszik. Esküszöm, én szeretem az ilyen skineket, olyan egyedi, sose látod senkinek a kezébe, és mikor hirtelen egyszer valakinél látnál egy ilyet, azt se tudnád, hogy hát ez meg mi. És van is ára, méghozzá 20-30 euró között szokott mozogni, de ritkában elég drágán is szoktak venni, a 40-50-ér is piacon meg tudjátok nézni. Szóval ja, szerintem ez a legdrágább szürke skin, viszont van néha pár ilyen szuvenír skin, amelyik kicsit többen megy el, mint tudom én 100 euró is, de ezeknek annyira változó az áruk, hogy akár 3 centbe is elmehetnek, úgyhogy igazából nem nagyon értem ezeket, úgyhogy azért nem raktam őket be a videóba. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett nektek, nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek még ilyen videókat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Ja, én DreamWolf voltam. Sziasztok!